A mai délután a mai konferenciának, rendezvénynek a levezető elnöke Jávor András, nyugalmazott közigazgatási államtitkár és a köztisztviselői kar nyugalmazott elnöke lesz. Ő végezte el az előkészítő tevékenységet is, szakmailag állította össze a programot, egyeztetett az előadókkal. Köszönjük szépen fáradozását, és azt is, hogy elvállalta, hogy levezeti a mai délutánt. Úgyhogy ezzel én átadom a szót, és már meg is tették a kedves elnökségi tagok, hogy elhelyezkedtek szembe, úgyhogy én is ezt fogom tenni. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni a megtisztelő felkérést, hogy ma itt lehetek, és egyrészt vezethetem ezt az ülést, illetve találkozhatom önökkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a terembe egyenülőteket, hogy körülnézek, hát gyakorlatilag régi harcostársak és a váltóbotot átvevő fiatalok ülnek a terembe, ami külön örömet okoz számomra, hisz egy részük tanítványom volt korábban. És az ember milyenkor elgondolkozik, informatika történet, hogy hát bizony, amikor ezt elkezdtük, az 50 évvel ezelőtt volt, és nem tudjuk, hogy hogy telt el ilyen gyorsan ez az idő. 68-ban, amikor én egyetemista voltam, megjelent a nagyvilágban egy esszé, Snowtól a két kultúráról, és arról beszélt, hogy a természettudomány és a humán kultúra nem találkozik. És akkor most megkérdem önöket, hogy hát akkor forduljunk a klasszikusokhoz, és mondjuk azt, hogy szárnyon jár az idő. Titkon sohan el mi fölöttünk, és nincs is az éveknél sevesebb, ha végignézzük ezt. És innentől kezdve azt kell mondanunk, hogy ahogy visszanézünk a múltba, akkor ugye minden szépné válik, minden eredményessé válik, és a gondok azok elhalványulnak. Jan Twardowski, egy lengyel költő mondta azt, hogy a szépség úgy közeledik, ahogy távolodik az időben. Egyre szebb minden, amit csináltunk, és most, ha belenézünk a visszapillantó tükörbe, akkor azt kell mondanom, hogy ma délután csak ragyogás lesz. Elraktuk gyakorlatilag a szabjákat, amivel annak idején csatáztunk forrásokért, meg egyebekért. Fel kell venni a védőszemüveget, mert annyira szép lesz ez a múlt, ezt meg kell mondanom előre, és csak viráglét van. Tudják azt, hogy a legértékesebb könyv, ami a kezünkben van, az az életünk könyve. A legnagyobb probléma az, hogy az ember ezt nem nagyon nyitja ki. Pedig érdemes lenne kinyitni, mert nagyon hasznos információk vannak benne, és nagyon komoly tanulságokat lehet ebből levonni. Azt találjuk meg benne, amit általában hasztalanul keresünk, pedig ott van, leírva, és azok a tapasztalatok nagyon sok mindenre megtanítottak minket. Én azt mondom, hogy ma nyissuk ezt ki, és ide itt idéztem Mikó Imrét, a 1911-ben született erdélyi írót, aki azt mondta, hogy hiszen a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk, azon állunk. Tehát az, ami van, az bizony a múltban gyökeredzik keményen, és annak az összes eredménye itt van ma. Ezzel a múlttal érdemes lenne szembenézni. Egyrészt azt tudjuk, hogy az emlékezetünk az eltorzítja a dolgokat. Nekem egy nagyon érdekes élményem volt, hogy öten ültünk, egy időben volt vezetők egy asztalnál, 4 évig dolgoztunk együtt, és szóba jöttek közös dolgok, és kiderült, hogy mind az öten másképpen emlékezünk rá, és mindenki meg van győződve arról, hogy csak neki van igaza. Tehát mese nincs, nem engedünk semmit. Tehát azt kell mondanom, hogy erre nagyon oda kéne figyelni, és meg kell nézni lényegében vagy a történész szemével a dokumentumokat, a tényeket, hogy egy objektív, közel objektív álláspontot tudjunk kialakítani. Ezzel kritikát is gyakoroltam az oral history felett, amit ugye nagyon sokan itt hallottuk, hogy videó felvételek is készülnek. Nem minden szabad készpénznek elfogadni ebből a szempontból. Én azt kell mondanom, hogy amit ma hallanak a kollégáktól, nem tőlem, a kollégáktól, az igaz. De ezt vegyék készpénznek. Mert mindenki a legjobb szándéka szerint szeretne itten közölni bármit. És nem fogunk olyan ősöket és eseményeket kreálni, akik sosem léteztek. Ezek léteztek. Ezek események még akkor is, ha teljesen hihetetlen. Nekem döbbenetes élményem volt a Semmelweis Egyetemen, akkor 11 évig ott intézetet vezettem, az informatikai intézetet, az egészségügyi informatikai intézetet, és tartottam előadást a
az orvosoknak, pont nem az informatikusoknak, kitűnek a terembe, és elmeséltem nekik az akkori szexárdi élményt, és elmondtam azt, hogy hát milyen eszközzel dolgoztunk, és láttam, hogy összenéznek, és azt mondták, hát ez a vén szenilis, ez olyanokat mond, ami hát nem is igaz, hát ez elképzelhetetlen. Tehát azt kell mondanom, hogy most a tényeket húzzuk elő, és megpróbáljuk ezt megvédeni. Én idehoztam három bölcsességet, és ha ezt végig gondoljuk, ezt fogadjuk el a mai napon egy olyan sorvezetőnek. Az egyik Goethe, az azt mondta, hogy a tetteidnek tudjál örülni, önök tudjanak örülni annak, amit csináltak. Más tetteid tud megbecsülni, becsüljük meg, még akkor is, ha akkor egymás ellen harcoltunk, vagy adott esetben vetérkedtünk. És főként ne gyűlölj egyetlen embert sem, a többit hagyd az Úristenre. A második Gibi Shaw-nak a mondása, minden szakma a laikusok elleni összeesküvés. Na ez így volt. Gondoljanak vissza, amikor elkezdődött, akkor nem azt mondtuk informatika, hanem számítástechnika. Hát én emlékszem rá, hogy mit mondtak az orvosok erről a 70-es évek elején. Volt olyan kollega, aki azt mondta, mit kell számolni? Mi az, hogy számítástechnika? Tehát ez tényleg egy összeesküvés volt, és akik most itt ülnek, kedves összeesküvő társaim, azt kell mondanom, hogy ez az összeesküvés sikerre vezetett, úgyhogy gratulálok önöknek ebbe a munkába. És a harmadik pedig úgy szól, amit Bismarck mondott, a vaskancellár, aki azt mondta, hogy ha Isten köpenye átlebeg a történelmen, akkor oda kell ugrani hozzá, és meg kell ragadni. Hát mi abban a részek voltunk. Tehát azt a korszakot éltük meg, amikor robbanásszerűen fejlődött a számítástechnika és az informatika. És akik itt ültek, azok megragadták ezt a köpenyt. És éltek a lehetőséggel, és ezért megemelem a sapkámat önök előtt, ami nincs a fejemen ebbe a pillanatba, de nagyon örülök, hogy munkatársuk lehettem. Engedjék meg, hogy idehozzak egy újságkivágást. 73. december 4-én jelent meg a Népszabadságba, és az van odaírva, ezt nekem is szemüvekkel, hogy felolvassam, de felolvasom önöknek, hogy megnyílt a 4. szegedi orvos-matematikus kollokvium. Itt arról szól a cikk, hogy röviden csak szegedi kollokviumként emlegetik ki már 1970 óta ezt a tanácskozást. Elmondja azt, hogy 150-en jöttek össze, 50 előadás van benne, és Kalmár László arról panaszkodik, hogy ugyan van egy gép Szegeden, de alig van kihasználva, egy műszakba üzemel csak ebbe a pillanatba, és hát pedig hihetetlen dolgokat lehetne csinálni, és akkor az újságíró fölhoz egy példát, hogy pedig ez alapján megmondják, hogy mennyi traumatológiai ügyeletet kell szervezni, mert mikor van a traumatológiai esetek csúcspontja, és akkor kell berendelni az orvosokat. Tehát ez egy kicsit naív még a mai szemmel is, de mutatja azt a frissességet és azt a hangulatot, amit ez a dolog árasztott. Én 72-ben kaptam meg az orvosi diplomámat, 73-ban katona voltam, nem voltam Szegeden a kollokviumon, de még nem is léptem be. Az aljára oda csúsztattam a szkennelésnél azt a meteorológiai jelentést, hogy újabb havazás várható. Akik itt jártak Szegeden a Neumann kollokviumon, azt tudják, hogy a 70-es években azóta jellemző, hogy az első hó a Neumannra érkezett meg. És volt olyan hó is, ezt a fiataloknak mondom, mert nem láttak havat. Tehát gyakorlatilag ez a hó, ez olyan volt egyszer, hogy nem is tudtunk odautazni, csak egy nap késéssel, és aki elsőként megérkezett, ott 10-12 ember talált, nem 150-et, de annál lelkesebbet. Szóval, hölgyeim és uraim, most nincs havazás. Süt a nap, védőszemüveget föltenni, kezdjük a mai visszaemlékezést.